Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Április 1-e van, Hugo névnapja, ma van a bolondok, a bolondozás napja. 95 éve született Puskás Ferenc futballista, a legendás aranycsapat tagja. 274 éve pedig megkezdték az ásatásokat Pompei romjainál. Most érkezzenek a nap kiemelt hírei egy-egy mondatban. Bánya szerencsétlenség történt Szokobanya közelében, többen meghaltak. Megkezdődött a kampánycsend Szerbiában. Oroszországi olajtárolókat támadtak az ukránok Oroszországban. Küzdelmes összecsapásokra számíthat a szerb válogatott a katari labdarúgó világbajnokságon. Nyolc bányász életét vesztette, 21-en pedig megsérültek a Szokobanya közelében történt bánya szerencsétlenségben. A Szoko nevű szénbánya egyik aknája omlott be valamivel hajnali 4 óra után. Az ott dolgozók többsége Alexi Náci volt. A mentési akció még a délelőtti órákban befejeződött. Nem hivatalos információk szerint mintegy 40-en dolgoztak a Szoko nevű szénbányában, abban a váltásban, amelyben a szerencsétlenség történt. A bánya egyik aknája beomlott akkor a reggeli órákban. A szerbiai RTV információi szerint 8 bányász életét vesztette. Többen megsérültek. A szerencsétlenül járt bányászokat a Nisi klinikai központba és az Alexi Náci közkórházba szállították. 3-an súlyosabb sérüléseket szenvedtek, de nincsenek életveszélyben. A többi bányász csak könnyebben sérült meg. A mentést 11 óra körül fejezték be. Szín mi je bil u treću smeni, povređen je i tu je na odelenje ostao. Bio sam kod njega u sobi, nije teško povređen. Nem hivatalos információk szerint a baleset a bányásztelep keleti részében történt, mindennapi munkájukat végezték a bányászok, beomlott egy akna, és hirtelen metán szabadult fel. Nažalost, izgubili smo 8 naših kamarata, vrednih radnika, rudara koji su ovdje zarađivali svoje lepe. Rudnik Soko je, znamo, opasan rudnik, veoma s aspekta metana opasan. Mere bezbednosti koje preduzimamo u rudniku su na najvišem nivou, ali ovaj put se desilo naglo izdvajanje metana gdje jednostavno ni monitoring koji smo imali, ni oprema koju smo imali nisu pomogli. Zorana Mihajlović, szerb energiaügyi és bányászati miniszter is a helyszínre érkezett. Részvétét fejezte ki az elhunyt bányászok családtagjainak. Azt mondta, az állam segíteni fog ezeknek a családoknak, valamint az illetékesek mindent megtesznek, hogy kiderüljön a baleset pontos oka. Duboko verujem da u vremenu ispred nas ćemo uraditi sve što je još dodatno moguće, ako postoji išta što je moguće da se ovde uslovi poboljšaju. Takođe, inspekcija, policija i svi nadležni organi su na licu mesta i rade sve ono što je neophodno da bismo nakon istrage znali tačno sve uzroke ove tragedije. A Szoko nevű szénbányában nem ez volt az első baleset. A bányában 1908-ban kezdődött a szénkitermelés. 1970 és 1978 között több tűzeset, bányászbaleset és gázkitörés is történt. 1974-ben egy robbanásban 15-en haltak meg. A következő évben, 1975-ben újabb 5 ember vesztette életét. Az egyik legnagyobb baleset 1998-ban történt. Akkor 29 bányász hunyt el. Ezek mellett voltak még kisebb balesetek, melyek során egy-egy bányász halt meg. Szerbia elnöke részvét táviratot küldött az elhunyt bányászok családjának. Alekszandar Vučić elmondta, mélyen megrázta a Szoko bányában dolgozók tragikus halála. Az ő tiszteletre méltó foglalkozásuk a legnehezebb a világon, mindig is kivételes embereket igényelt ez a szakma. Bátrakat, kitartóakat, keményeket és megingathatatlanokat, írta Vučić. Nyugodjanak békében, Szerbia soha nem feledi el őket, zárta üzenetét Szerbia elnöke. Holnapra Alexi Náci községben gyásznapot hirdettek.
Mától kampánycsend van érvényben Szerbiában. A választási törvény alapján a kampánycsend a vasárnap esti urnazárásig, vagyis 20 óráig tart. Nem lehet a pártokkal, a jelöltekkel kapcsolatos reklámokat, beszélgetéseket, műsorokat sugározni, propaganda anyagot küldeni, vagy választási rendezvényeket szervezni. Az interneten és óriás plakátokon történő politikai reklámokat nem büntetik. Április 3-án tartják Szerbiában a köztársasági elnöki, a köztársasági parlamenti és a belgrádi önkormányzati választásokat, illetve a magyarországi országgyűlési választásokat is. Mind a szerbiai, mind a magyarországi voksolást egész nap figyelemmel követhetik a Pannon televízióban, a Pannon rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és honlapunkon, a pannonrtv.com-on is. A Pannon televízióban és a Szabadkai Magyar Rádióban a 20 órai hírműsor után választási műsor kezdődik, a Pannon rádióban pedig este 8 után fél óránként hírösszefoglalókkal jelentkezünk. Április 3-án az urnák elé járulhatnak a szerbiai választópolgárok. A szavazóhelyek reggel 7 és este 8 óra között tartanak nyitva. Szavazni érvényes igazolvánnyal, útlevéllel lehet minden 18 év feletti szerb állampolgárságú lakosnak, akinek szavazati joga van. A választásokon 19 parlamenti listára és egy másik szavazólapon 8 elnök jelöltre voksolhatnak, mondta el a Szabadkai Magyar Rádió napindítójában Ladóczky Gyula. A köztársasági választási bizottság tagja részletezte azt is, mikor érvényes egy szavazat. Akkor érvényes egy szavazat, hogyha egyértelműen megállapítható az, hogy kire óhajtotta leadni a voksát a szavazópolgár. Itt a magyar választásoktól eltérően nem x-elni kell, hanem karikázni, főszabály szerint. Tehát ha az adott listát, vagy az adott nevet a köztársasági elnök jelöltet bekarikázza, a neve előtt levő számot bekarikázza, az a helyes. Azonban elfogadott az is, ha aláhúzza azt a listát, amelyet beszeretne jelölni, vagy majdre szavazni szeretne, bekarikázza, és aláhúzza, vagy bekarikázza az egész nevet, vagy az egész listát, ez mind érvényes. Nem érvényes akkor például, ha kettőt karikáz be, nem karikáz be egyet se, stb. Sőt, annak ellenére is érvényes, hogyha valamilyen kommentet fűz hozzá, de ennek ellenére megállapítható az, hogy kire óhajtotta leadni a voksát. Sok minden előfordul az ilyen szavazóhelyeken, tehát néha azért nehézséget okoz a szavazatszedő bizottságnak, hogy megállapítsák, hogy mit óhajtott a szavazópolgár, azonban ha ez megállapítható egyértelműen, akkor érvényes lesz a szavazata. Tehát én azt javasolnám, hogy mindenki a lista vagy a név előtti számot karikázza be. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező 456 ezer választópolgár közül 184 ezeren már leadták a levélszavazatot, közölte a Magyar Nemzeti Választási Iroda. Az érintett választópolgárok a Magyarországgyűlési képviselők választásán és a vele egy napon rendezett népszavazáson csak levélben szavazhatnak, és csak akkor, ha március 9-éig felvetették magukat a névjegyzékbe. Ezt több mint 456 ezeren tették meg. Az NVI eljuttatta a választópolgároknak a szavazási levélcsomagokat. 46 ezeren jelezték, hogy valamelyik külképviseleten akarják átvenni. Az NVI pénteki adatai szerint már csak nem 184 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok. 33.600-at közvetlenül levélben juttattak el az NVI-hez, több mint 150 ezret pedig a külképviseleteken adtak le. A válaszborítékot bármely külképviseleten le lehet adni. Szabadkán például minden nap 6 és 22 óra között. A válaszboríték leadható a külképviseleten a szavazás napján is 6 és 19 óra között, valamint Magyarországon a 97 egyéni választókerületi székhelyen is. A szavazás napján ugyancsak 6 és 19 óra között. Folytatódnak a harcok Ukrajnában, 37. napja tart az orosz-ukrán háború. Oroszország mától rubelben fizetteti meg a gázt a vele nem baráti országokkal. Mariupolból Zaporozsje felé pedig megnyithatnak egy biztonsági folyosót, amely a Nemzetközi Vöröskereszt és az UNHCR felügyelete alá tartozik. Ezen keresztül szeretnék kimenekíteni a civileket a háború sújtotta területről. A két ország közötti tárgyalások folytatódnak. Oroszország álláspontja a Krím-félszigettel és Donbasz térségével kapcsolatban változatlan. Az ukrán és az orosz felek közti tárgyalások az online térben folytatódnak. Legutóbb Törökországban találkoztak, március 29-én.
A Kreml tájékoztatása szerint Vladimir Putyin orosz államfő telefonon egyeztet Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. Erdogan csütörtökön Volodymyr Zelenszkij ukrán államfővel beszélt. Kijelentette, Törökország elviekben készen áll Ukrajna biztonságát garantálni, azonban ennek részleteit még ki kell dolgozni. A Kreml arról is tájékoztat, hogy nem áll le a gázszállítás, ha április 1-ig a vevő nem igazolja vissza, hogy kész rubelben fizetni a számlát. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvívő azt nyilatkozta, a most zajló szállítások kifizetése április végén vagy akár május elején esedékes. Vladimir Putyin aláírta a rendeletet, miszerint mától az Oroszországgal nem baráti országok rubelben kell, hogy fizessenek az orosz gázért. Mariupol városból Zaporozsje felé biztonsági folyosó nyílhat meg. A tervek szerint ezen keresztül 54 ukrán autóbusz és személyautó konvojban hagyná el a harcok sújtotta várost. Ennek engedélyezésére azonban még várnak. A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága azonban arra már nem kapott engedélyt, hogy humanitárius segélyt szállítson be Mariupolba, mondják az illetékesek. Ukrajna területén a háború kezdete óta legalább 153 gyerek vesztette életét, több mint 245-en pedig megsebesültek. Sajtóinformációk alapján Oroszország területén is alakultak ki harcok. Két ukrán helikopter csapást mért egy belgorodi olajtárolóra. Az orosz területen az ukrán határ közelében található létesítmény hadtartálya kigyulladt. Ez a háború nem a mi háborunk, ezt mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában az orosz-ukrán háború kapcsán. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, a gazdaság működése vagy nem működése itt a kérdés. Kiemelte, elítéljük az orosz támadást, de nem tudunk úgy segíteni az ukránoknak, hogy közben tönkretesszük saját magunkat. Orbán Viktor képtelen javaslatnak nevezte, hogy az olcsó orosz gázt drága amerikaira cseréljék. A szerbiai kőolajipari vállalat csökkentette az államilag szabályozott euró-dízzel literenkénti árát. Ez azt jelenti, hogy a töltőállomásokon 193,3 dinárt kérnek majd az említett üzemanyag fajtáért. A kereskedelmi minisztérium közlése szerint egyébként mától az euró-dízzel árát 197 dinárban maximalizálják. A 95-ös benzinára pedig 175 dinár. Az árak egy héten keresztül lesznek érvényesek, jövő pénteken újabb árkorrekció várható a szerbiai kutakon. 1 millió hordónyi tartalék kőolajat vonnak be a forgalomba a következő fél évben az Egyesült Államokban, hogy megállítsák az energiahordozó árának további növekedését, jelentette be Joe Biden. Az USA elnöke elmondta, a nyers kőolaj hordónkénti ára 3,3 dollárról 4,2-re emelkedett az év eleje óta, ennek pedig Putyin háborúja az oka Ukrajnában, tette hozzá Biden. Elérte a 7%-ot az infláció Olaszországban. Ilyen nem történt az elmúlt 30 évben, jelentette be az olasz statisztikai hivatal. Az elemzés szerint több minden megdrágult az országban, például a tömegközlekedés 38,3%-kal, a benzin 31%-kal, a fűtés 37,4%-kal, míg a többi üzemanyag 45%-kal. Az elektromos energia drágult a legtöbbet Olaszországban, 65,5%-kal. Az elektromos energia és a gázárak emelkedése miatt sok olasz család került nehéz helyzetbe. A felmérések szerint minden hatodik lakos nem tudja kifizetni számláit. Az EU más országaiban sem sokkal jobb a helyzet. Németországban az infláció 7,3, Spanyolországban majdnem 10, míg Franciaországban 5,1%-os. Az elmúlt napon 1661 új koronavírussal fertőzött szemét regisztráltak Szerbiában, a 13.554 elvégzett tesztből. Kórházban jelenleg 690 beteget ápolnak, közülük 40 páciens állapota súlyos, ők mesterséges lélegeztetésre szorulnak. Az elmúlt 24 órában 10 ember vesztette életét a betegség szövődményeiben. A mezőgazdasági termelők legnagyobb örömére a hétvégén felhős csapadékos idő várható. Szárazság van, nagy a csapadék hiány, a tegnap és ma lehullott eső ugyanis korán sem bizonyult elegendőnek. Északbácskában a termőföldek és a gyümölcsösök is szárazak. Dongó Tibor horgosi termelő szerint a legjobbkor jött a csütörtökön hullott eső, de ez nem elegendő. Olyan 5 liter körüli csapadék esett most.
Mennyi kellene még? Hát kellene még egy 15 most ebben a pillanatban, hogy kitartsanak egy 2-3 hétig vele a növények. Milyen állapotban vannak a szántóföldi növények? Hát mostan, hát ugye csak a búza, árpa, hát fejletlen, tehát erre az időre fejletlen. Csapadékhiány miatt? Csapadékhiány véget, igen. A gondot a felerősödő szél is tetézi, hiszen gyorsan kiszárítja az éppen csak eláztatott földeket. A földek sajnos még mindig szomjasak, az északbácskai gazdák abban bíznak, hogy a hétvégén is hullik majd bőségesen csapadék. Erre van is kilátás, hiszen péntek délben is már ismét szemerkélni kezdett az eső. Egyébként a csütörtökön hullott csapadék mennyiségnek legalább a háromszorosára lenne még szüksége az itteni termőföldeknek. A homokvidéki gyümölcsösökben szépen virágzik a barack, rügyeznek az almafák is. A homok viszont gyorsan beitta a most esett kevéske esőt, mondta Kovács András királyhalmi termelő. Éppen csak megszentült a homokot. Ez nagyon kell, még duplán lenne, hogy háromszorosan lenne ilyen eső, akkor lenne jó. Nagyon szomjas a homok? Hát igen, nem volt egész télen, nem volt se hó, semmi, úgyhogy az nagyon kellene az eső. Eső és napos idő felváltva. Az ilyen időjárás hozhat majd jó gyümölcstermést, mondják a gazdák. Az eper szépen virágzik, de öntözni kell ahhoz, hogy májusban már megkóstolhassuk az ízletes gyümölcsöt. A homokba sokan ültetnek krumplit. Galgóci Szabolcs királyhalmi termelő szerint a száraz homokban nem érdemes a magburgonyát elvetni, ezért várt mostanáig. Nem sikerült még elültetnem, nem is igyekeztem vele, vártam most ezt a csapadékot, hogy bemunkáljam a fődeket, hogy ne legyen olyan száraz, de hát úgy néz ki, hogy egyelőre még idáig, ami volt, ez egy kicsit kevés. Annyira elegendő volt, hogy nem porol bár, de nagyon hiányzik a nedvesség. Na most a krumpli, ha el lesz vetve, akkor arra is kellene további csapadék? Kellene. Úgyhogy ha nem lesz csapadék, akkor kénytelenek leszünk aztán elkezdeni az öntözést. Somogyi János hajdújárási termelő is azt állítja, egyre kifejezettebb a csapadék hiány. Mink már vetettünk tavaszi árpát egy hónapig, szinte mondhatom azt, hogy nem vártuk meg az egy hónapot, három hét után egyszerűen muszáj volt öntöznünk, felszereltük rá a mikroszórófejeket, ebben tudtuk megoldani, hogy minél gyorsabban, minél nagyobb területet be tudjunk locsolni vele. Most megálltunk vele, hála Istennek, pont eső előtt egy 5 nappal belocsoltuk, szépen megindult hajtani, most kapott egy pici esőt. Hozzátette, a gyümölcsfákat is a jövő héttől elkezdik öntözni, és tápot juttatnak a homokba, hogy a virágokat és a hajtásokat szépen be tudja indítani a fa. Szerbiában mától a húsok és a legalább 50%-ban hazai eredetű húst tartalmazó áruk minden üzletben szerbiai termékjelzést kapnak. A fogyasztók számára az ár és a szavatossági idő mellett az egyik legfontosabb az eredetre vonatkozó információ. Ennek a jelölésnek a legegyszerűbb módját alkalmazzák, a csomagolás megváltoztatása nélkül, de jelezve, hogy az előírásoknak megfelelő termékről van szó, közölték a mezőgazdasági minisztérium illetékesei. Hozzáteszik, hogy a hús és húskészítmények előállítójának kötelessége nyilatkozatot benyújtani az eladónak, amelyben garantálja, hogy a hús megfelel az előírásoknak, és a szerbiai termék megjelöléssel ellátható. Az eladó ugyanakkor köteles jól látható helyen feltüntetni a címkéket azokban a hűtőpultokban vagy vitrinekben, ahol a szóban forgó hústermékeket árusítják. Az általunk körbejárt üzletek többségében még nem rendelkeztek a szóban forgó matricával. A kereskedők azt mondják, jelenleg is nyomtatják ezeket, és a jövő hét elején helyezik fel a hústermékekre. 200 év után ismét vannak bölények Szerbiában. Az európai dámszarvasok és a muflonok után most európai bölények érkeztek a Fruskagorára. Szerbiában az utolsó bölényt több mint 200 évvel ezelőtt lőtték ki. A Fruskagora az egyetlen hely a Balkánon, ahol ismét megpróbálják szaporítani ezeket a ritka állatokat. A bika és a 4 tehén Lengyelországból érkezett. Európában nagy erőkkel próbálják növelni az állományukat, mert az 1920-as években már csak 50 példány élt a kontinensen. Jövőre lesz 100 éve, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnek a bölények védelmére, amelynek eredményeként a számuk mára 10 000 körül mozog.
Nézzük, mi lesz még a híradóban. 95 éve született Puskás Ferenc világhírű labdarúgó. Budapesten emlékeztek a futball legendára. Marad az esős, csapadékos idő. Együttműködési megállapodást írt alá Milica Pavkov-Hruvaja Vétya, az Újvidéki Egyetem természettudományi karának dékánja és az újvidéki vásárvezérigazgatója. Többek között a november 17-e és 19-e között tartandó turisztikai kiállítás szervezésébe kapcsolódik be az egyetem. Također imamo i gastro takmičenja, imamo prodajnu izložbu hrane i pića sa promocijom gastro regiona, dani karijere u turizmu, edukacija i prezentacije i promocije na štandovima i u kongresnom centru. Vetítéssel egybekötött előadást hallhattak a zentaiak csütörtökön a helyi alkotóházban. Púzsa Zoltán, a Vajdaság és környékének turisztikai értékei nevű Facebook csoport üzemeltetője tartott ismertetőt a kastélyokról, várakról, természeti szépségekről, amelyek Vajdaságban találhatóak. A több mint 70 vajdasági kastélyból 20-at mutatott be a jelenlévőknek. Púzsa Zoltán elmondta, túrázás iránti vágya már kiskorában kialakult, ennek köszönhetően több külföldi utazáson is részt vett. A járvány miatt úgy döntött, Vajdaságot veszi jobban szemügyre a távolabbi helyszínek helyett. Jövőbeli tervei között szerepel különféle gyalog és bicikli túrák szervezése is. Miután beütött a Covid-járvány, azelőtt mi Romániában, Magyarországon nagyon sok mindenfelé jártunk. A folyamatos határlezárások után nem volt más választás, muszáj volt valamit Vajdaságban nézni, és akkor eléggé tudatlanok voltunk, hogy mi is van lehet itt Vajdaságban, mert alig egy pár dolgot ismertünk, például a Zaracsi Pusztatemplom, a Fantaszt kastély, természetesen Pétervárad, azon kívül mondjuk Bács, de sokkal több minden és sokkal gazdagabb Vajdaság. Vajdaság egy csodálatos hely, és nagyon sok millió megy látnivaló van, ami olyan turisztikai érték, ami teljesen kiaknázatlan. Több mint 500 vajdasági végzős középiskolás diák érkezett Szabadkára, akik betekintést nyerhettek a helyi információs technológiával foglalkozó cégek munkájába. A látogatás során a diákok a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és a Közgazdasági Karon is jártak, ahol bemutatták nekik a továbbtanulási lehetőségeket. A látogatás első megállója a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola volt, ahol a továbbtanulási lehetőségekről tartottak előadást a diákoknak. Az szakemberek nagyon keresettek, itthon is és külföldön is, rengeteg a munkalehetőség, és elég jó fizetések is vannak ebben a szakmában. Pozder Máté, az iskola első éves tanulója, több munkalehetőséget is lát a városban. Szabadkán nagyon sok cég van, az iskolát pedig azért választottam, mert szeretek problémát megoldani, és technikai látáskör, térbeli látásban elég erősnek érzem magam, és ezt mindenképpen fejleszteni szeretném, és ebben szeretnék elhelyezkedni a későbbiekben. Az IT Subotica 2030 programhoz csatlakozott a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola is. Fürstner Igor, az intézmény igazgatója elmondta, az a cél, hogy népszerűsítsék a továbbtanulási lehetőségeket ebben a szektorban. Megmutatják nekik, hogy milyen lehetőségek vannak továbbtanulást illetően, hogy milyen lakhatási lehetőségek vannak itt Szabadkán a hallgatók számára. Tudni kell, hogy ezek nagyon jók, tehát sokkal jobbak, mint a másik városokban. Illetve bemutatják nekik azt, hogy ha mérnökök lesznek, ha befejezik tanulmányaikat, akkor hol tudnak elhelyezkedni, milyen feltételek alatt tudnak dolgozni. A Szabadkai Digital Hive-ban is jártak a diákok, ahol szakmai tapasztalatokról és a tanulmányok melletti munkalehetőségről meséltek az ott dolgozók. Sok fiatal van, akik már a főiskola vagy az egyetem közben elkezdenek nálunk úgymond dolgozni, mint ösztöndíjasok. Ők úgymond szakmai támogatást kapnak, szakmai tanácsadásokat, mentoroktól tudnak tanulni, hogy még jobban fejlődjenek, és emellett pedig egy szép ösztöndíjjal is rendelkeznek, amit mind úgymond, mint fizetésként havi szinten kapnak.
Az utóbbi időben Szabadka igazi informatikai várossá vált. Az IT klaszterben mintegy 20 cég tartozik, amelyek több mint 1200 embert foglalkoztatnak. 13 film és 3 előadás szerepelt a középiskolások szín- és filmművészeti vetélkedőjén pénteken Zentán. A programnak a szakmai fejlődés mellett közösségépítő szerepe is van. A vetélkedőt szombaton workshopok egészítik ki. A filmalkotásokat két részben adták elő a Zentai Magyar Kamara Színházban. Egy rendező több filmmel is készülhetett. Szloboda Szonya egy kis játék és egy kísérleti filmmel nevezett be. Mindenképpen én ezzel szeretnék foglalkozni, úgyhogy hát igyekszem minél gyakrabban filmeket készíteni, és akkor egyszerűen így ötletelésből származott ez. A kisfilmek mellett 3 előadás is készült. A Zentai Magyar Kamara Színház diák színjátszó csoportja, valamint a szabadkai Fabula Ráza és a palicsi színjátszó Grund lépett fel. A fiatalok sokat készültek a vetélkedőre. Meg tudjuk méretetni magunkat, és meg tudjuk mutatni, hogy tehát lényegében képviseltetni tudjuk magunkat ezen a rendezvényen, és ez nekem nagyon jól esik, ugyanis be tudjuk mutatni, hogy mit tudunk, hogy mire vagyunk képesek. A változatos programot 3 tagú zsűri értékelte. A filmek és az előadások után beszélgetést tartottak a látottakról. Több szempont alapján elemeztek. Nagyon fontosnak tartom, hogy valahogy ápolni tudjuk a művészeteket, valahogy rá tudjuk vezetni a fiatalokat arra, hogy ők is fontosnak tartsák azt, hogy színházba járjanak, filmeket nézzenek, képtárakba, koncerteket látogassanak. A vetélkedő nagyon népszerű a középiskolások körében. Sokan már évek óta részt vesznek rajta. Azt gondolom, hogy a közösségépítés az nagyon fontos a mai világban, és azt gondolom, hogy egy ilyen jellegű fórum is nagyon fontos nekik, hiszen itt nem csak barátkozni tudnak, hanem szakmailag is tudnak fejlődni. Ugyanakkor a műfaj többi képviselőit is a kortársaik közül meg tudják ismerni, és látják azt, hogy ki mivel foglalkozik, ki milyen szinten, ki hol tart. A középiskolások szín- és filmművészeti vetélkedőjét szombaton 2 workshop zárja. Film- és színházi műhely munkában vehetnek részt a fiatalok a további szakmai fejlődésük érdekében. És most az időjárásról. Marad a borongós, felhős idő, továbbra is erős lesz a légmozgás, amit viharos széllökések is kísérhetnek. Szombaton a délutáni órákban 6-10 fok várható, éjjel viszont fagypont alá is eshet a hőmérő higanyszála. Vasárnapra is marad a szeles hideg idő, a legmelegebb órákban is csak 5-10 fokra van kilátás. A jövő hét elején már napsütéses időre lehet számítani, de továbbra is 10 fok alatt marad a hőmérséklet. Megtörtént a sorsolás, rendkívül nehéz mérkőzések várnak a szerb válogatottra a Katari labdarúgó világbajnokságon. Dragan Stojković együttese Brazíliával, Svájccal és Kamerunnal együtt került a G csoportba. A szerb válogatott első meccsét a brazilok ellen játsza november 24-én. 2018-ban is Brazília és Svájc volt Szerbia ellenfel a világbajnokság csoport mérkőzésein, akkor a dél-amerikaiaktól 2-0-ra, míg Svájctól 2-1-re kaptak ki, és nem jutottak tovább a csoportból. A szerb csapat szövetségi kapitánya korábban kiemelte, mindenképp jó mérkőzésekre számíthatnak a szurkolók a novemberben kezdődő Katari világbajnokságon, függetlenül attól, hogy ki lesz az ellenfél. A legnehezebb csoportnak egyébként a C csoport ígérkezik, ahol Argentína, Mexikó és Lengyelország küzd meg a továbbjutásért. 95 éve született Puskás Ferenc világhírű labdarúgó, az aranycsapat legendás kapitányának emlékére Lomnici Zoltán, az aranycsapat testület elnöke a Szent István Bazilikában tartott beszédében kiemelte, Puskás Ferenc egész élete példa arra, hogy a hazaszeretet, a szorgalom és a zsenialitás együtt mire képes. Puskás Ferenc az aranycsapat kapitányaként a magyar labdarúgás legnagyobb eredményeinek, olimpiai bajnoki címnek, világbajnoki ezüstnek és Európa kupa győzelemnek a főszereplője volt. Kispesten és a Real Madriddal is óriási sikereket ért el. A megemlékezés végén a világhírű labdarúgó sírján álkoszorút helyezett el Lomnici Zoltán, Sárfalvi Péter, a Magyar Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős helyettes államtitkára, valamint ifjabb Buzánszky Jenő.
Eddig tartott a híradó, érkezzenek még egyszer a nap kiemelt hírei röviden. Bánya szerencsétlenség történt Szokobanya közelében, többen meghaltak. Megkezdődött a kampánycsend Szerbiában. Oroszországi olajtárolókat támadtak az ukránok Oroszországban. Küzdelmes összecsapásokra számíthat a szerb válogatott a katari labdarúgó világbajnokságon. Köszönjük figyelmüket, további hírekért és információkért kattintsanak honlapunkra, a panonrtv.com-ra. Maradjanak velünk a továbbiakban is, mert 21 órától jön a Margaret című sikerfilm. Szép estét kívánok, viszontlátásra!